Kedves nézők, a június 9-e azt gondolom, hogy egy nagyon különleges nap lesz Nyíregyházán, hiszen második alkalommal rendezik meg a Decathlon élménypróbát. Vendégünk Pokrovenszky Gergő, aki ennek a rendezvénynek a megálmodója és a főszervezője. Ugye tavaly volt az első, ez már a második, gyakorlatilag nagyon-nagyon sokan ismerik, de aki esetleg nem ismeri, és nem regisztrált még ugye erre a bizonyos próbára, annak hogyan tudnád bemutatni? Miről is szól ez az élménypróba? Köszöntöm én is a nézőket. Két szóval tudnám jellemezni az idejét. Csapatépítő és családbarát lesz idén a második Decathlon élménypróba. Miért mondom, hogy csapatépítő? Idén az egyéni indulók mellett lehetőség van csapatindulásra is, ami azt jelenti, hogy négy fővel jelezhetnek és jelentkezhetnek azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy csapattá kovácsolják akár a munkatársukat, akár egy-egy céget, és így ilyen módon egy hatalmas nagy csapatépítésben, egy élménydózisban lesz részük azoknak, akik vállalkoznak arra, hogy 4 kilométert és 17 élményakadályt lefutnak, illetve teljesítenek majd a gyönyörű szép sóstói erdőben. És mitől lesz családbarát? Jó a kérdés, attól egy családbarát, hogy 14 éves kortól már elindulhatnak a fiatalok is, illetve akik nem indulnak el, és ott vannak a gyerekek, mondjuk kisebbek, azok szintén részt vehetnek programokon. Többek között a Waldorf iskola pedagógusai jönnek, és foglalkozni fognak majd a gyermekekkel, tehát mindenképpen le lesz kötve a figyelmük, készülünk külön játékokkal, programokkal, és rengeteg kiállítónk van, akik a standjaiknál interaktív programmal készülnek, hogy csak egyet mondok a sok közül, idén foci VB lesz, ugye? A foci világbajnokság alkalmából egy hatalmas nagy kaput állítunk fel, majd a célban, illetve a rajt környékén, és abba később majd be lehet találni, tehát próbálkozhatnak a kapura lövéssel az indulók is. Úgyhogy akkor senki nem mondhatja azt, hogy azért nem mentem a Decathlon élménypróbára, mert nem tudtam mit csinálni a gyerekemmel, meg amúgy is ugye a sóstói erdő gyakorlatilag mindenféle lehetőségeket maga ott, ugye a játszótér például, tehát úgy gondolom, hogy most ezen a rendezvényen is lehet használni. Ahogy itt rápillantok a plakátra, látom, hogy olyan emberekkel teszed színesét gyakorlatilag, nem csak a plakátot, hanem ezt a rendezvényt, akiket már nagyon jól ismernek és szeretnek is Nyíregyházán. Mutasd be őket! Jó, hát akkor a plakáton, amit a tévénézők is látnak, a balról a Fekete Andor található. Ő Spartan Race versenyző, tehát rengeteg hatalmas és kihívásokkal teli versenyen indult már többek között világbajnokságon is. Középen van Lippai Marianna, akit szerintem nem kell bemutatni itt a megyében, szintén egy média személyiség, és ő is jön a barátaival, egy csapatban teljesíti majd ezt a távot. És legszélen, de nem utolsó sorban dr. Gördény György Patikus, aki szintén arról híres, hogy mindenféle jóban részt vesz, többek között az amerikai foci egyik oszlopos tagja is. És minden mellett szeretném kiemelni a többi csapatot is. Például egyet mondok a sok közül, itt lesz majd a nyíregyházi Spartacus női foci csapata, a férfi kézisek, a kosarasok, tehát szintén ők is szerveznek majd csapatokat és részt vesznek a rendezvényen. Ez tulajdonképpen ugye a tavalyi versenynek lett a folyamánya, mert akkor azért többen jöttek, ugye nem csak nyíregyháziak, hanem az ország számos más városából, akik gyakorlatilag baráti csapatként érkeztek, és együtt is teljesítették ezt a bizonyos 4 kilométert. Én is meglepődtem, a héten kaptam egy telefon Gyuláról, Gyula városából, hogy jönnek egy csapattal és indulnak, és meddig lehet nevezni, kérdezték egyébként. A tévénézőknek elmondanám, hogy még a helyszínen is lehet nevezni az adott napon, tehát 9-én, jövő héten szombaton. Akkor annak egy picit korábban kell ébredni, ugye? Mert a rajtpisztoly, vagy a nem is tudom, rajtduda, vagy bármi, mivel majd az első csapatokat elindítjuk, az olyan 9:30 magasságában fog eldördülni, tehát akkor akár már 8 óra tájban ott lehet lenni, egy kicsit készülni, akár bemelegíteni, vagy akár végig is sétálni esetleg ezen a pályaszakaszon. Van erre lehetőség, hogy előtte megszemléljék, vagy csak éresben? Megszemlélni meg lehet az elejét, de teljesíteni nem, hiszen szigorú pályabírók ott állnak majd, és nézik a rajtszámokat, tehát egyszerre szeretnénk az embereket felengedni majd a rajtra, illetve a pályára, és 9 órától, mivel elég sok a nevezőnk, úgy döntöttünk a kollégáimmal, hogy 9 órától elkezdjük már a rajtokat, és fokozatosan fogjuk az embereket a pályára beengedni, hiszen 5-600 futót nem tudunk egyszerre elindítani, de ettől lesz érdekes, csapatok együtt mozoghatnak, együtt futhatnak, együtt teljesíthetik a távot. Ugye 4 kilométer az a hossza, és ahogy említetted, 17 pálya van. Ezek nagyon
illetve 17 akadály. Nagyon kreatívak, néhol viccesek, de mindenképpen azért a testi erőt, a fizikumot ugye igénybe veszik. Mondj egy-két ilyen, vagy olyat, ami tényleg érdekes, látványos, számodra is kedvenc esetleg. Párat már kiemeltem, többek között egy telerugás nevezetű akadály lesz, a hatalmas nagy kapuval indul, hogy lábakat bemelegítsük, be kell találni a kapuba. Lesz a negyedik akadályunk, a tempós kúszás nevet viseli. Az arról szól, hogy egy csőben kell majd kúsznia az embereknek, és utána egy hatalmas nagy falon, egy fából készült akadályon kell átmenniük, átjutniuk a következő akadályig. Vasakazalban széna és szalmabálát teszünk, és egy hatalmas nagy vasakadályt. Az egy izgalmas akadály lesz, idén először található meg a rendezvényünkön. És még egyet kiemelnék a sok közül, kötélidegek. Valóban kötélidegek kellenek hozzá, hogy ezt az akadályt mindannyian tudjuk teljesíteni, de teljesíthető mindenki számára. 200 méter gumikötelet teszünk ki, mint egy ilyen pókhálóban, és azon kell a versenyzőknek átmászniuk, átjutniuk majd. Tehát mindenképpen olyan akadályokat tettünk ki, hogy tényleg valóban 14 éves kortól könnyen teljesíthető legyen, de mégis akadályt képezzen az emberek számára. Tehát itt garantált a jó kedv, persze fontos az, hogy ki milyen időt fut, ugye a legprofibbak azért nézik azt, hogy milyen gyorsan tudják ezt a távot teljesíteni, de elsődlegesen azért nem a gyorsaság a lényeg, hanem hogy lehetőség szerint ugye mindent teljesítsenek. És mégis mi az, amivel még motiváltá tudott tenni a nézőket? Miért érdemes eljönniük június 9-én az erdei sóstói erdőbe? A hangulatról csak annyit, hogy egy DJ fogja reggel majd bemelegíteni az embereket, tehát hatalmas jókedvés hangulat vár. Valóban, hogy mivel tudom motiválni őket, az élmény mellett mindenki kap befutóérmet, és a befutóérem mellett frissítő csomagban is részesül természetesen az akadályok mellett. Hogy mit lehet nyerni, rengeteg díjunk van, közel 30 tombol ajándékunk van, többek között kerékpárt, wellness hétvégét és egyéb értékes dolgokat lehet megnyerni, tehát úgy gondolom, hogy értékes és egy élménydús programban lesz részük június 9-én délelőtt Nyíregyházán a sóstói erdőben. Hát köszönöm szépen, és egy újabb jó tapasztalatot együtt barátokkal, friss levegő, reméljük nagyon sokan lesznek ebben az évben is. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Mi pedig folytatjuk, hiszen tényleg program kavalkád ígérkezik itt a következő hetekben, és bízunk benne, hogy egész nyáron is Nyíregyházan, illetve a megyében.